Köszöntöm a kedves nézőket! A szombati nagy takarításnak köszönhetően megtisztult a Tisza teljes területe. Az akció részleteiről a Tisza Horgász Egyesület ügyvezető elnökét Csoma Gábort kérdezem adásunk első felében. Adásunk második részében pedig vendégem lesz Cakóné Gacov Katalin, a Vesegi Ferenc megyei könyvtár igazgatója, akivel a költészet napi programsorozatukról, illetve egy nyertes pályázatukról beszélgetek majd. Ez a mai kínálat velem, de könyvtár előtt egy kis nagy takarítás, méghozzá Tisza Horgász Egyesület és az önkormányzat szervezésében, vendégem pedig Csoma Gábor, ügyvezetőelnök. elnök. Jó estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó estét kívánok. Ugye szombaton volt ez a nagy takarítás ahol holt, hiszen ez már nem az első ilyen volt. Önök kezdeményezték évekkel ezelőtt, de milyen célból? Három évvel ezelőtt lettünk a vízterületnek a hallgazdálkodási hasznosítói, és szerettük volna, hogy ne csak a hallgazdálkodás, hallgazdálkodó személye változzon meg, hanem tényleg egy olyan átalakuláson menjen át a holtisz, ami azért a városnak ez egyik szerintem büszkesége lehet, hogy olyan állapotban van és úgy van kezelve, hogy megérdemli. Ennek egyik szegmense az, hogy a környezete és a Környéke is tiszta legyen, mind a vízpart, mind pedig a mellette lévő fekvő területek. Ezért három évvel ezelőtt kezdtük el ezt az akciót, hogy minden tavasszal akkor takarítsuk ki ezt a területet. Most egyébként a takarításnak és a tisztántartásnak az apropóját egyébként a húsvét közelette is adja. Mert hát ahogy a jóházi asszonyok a tiszta lakással várják a locsolkodókat, mi szerettük volna, hogy a kedves horgászok, a kedves ide látogató vendégek, mert nem csak horgászok járnak erre a vízterületre, hanem azért számtalan pihenni vágyó, nyaralni vágyó, illetve egyéb más sportágatűző is megfordul a vízparton, akkor ez egy olyan környezetbe és egy olyan természeti adottságokkal rendelkező területre, érkezzen, ahol nem az eldobott és az elhanyagolt szemétes helyet találja. Én ott voltam az elsőn is, és ott voltam most is a harmadik ilyen szemétszedésen, és én meglepődtem, hogy mennyien vannak. Tehát sokszorozódott az a száma, hány része volt, bő, részevő volt, és rengeteg volt a fiatal. Hányan voltak összesen, és hogy zajlott a nap? 200 fő fölött volt a, a megjelentek száma. Nagyon jó volt az a szervezés egyébként, amit köszönünk egyébként az önkormányzatnak, mert természetesen nem csak a Tisza Horgász egyesületről van szó, hanem ki kell emelnem, hogy az önkormányzat aktívan közreműködött, illetve Laci bácsi által a helyi képviselő is aktívan részt vett abban, és mozgósította a fiatalságot akiknél szerencsére úgy gondolom, hogy az oktatási program keretében az a önkéntes munkavállalási kötelezettség, amit 50 órában van előírva, hogy részt vegyenek olyan kötelező előírt, de önkéntes feladatom, mint például mondjuk ez a szemétszedés, a diákok számára remek alkalom arra, hogy egyáltalán a vízpartra kilátogassanak, hogy megérezzék azt, hogy mi az, amikor összegyűjtünk egy, és tisztánvá teszünk egy területet, összegyűjtjük a szemetet, mert azért a legközelebbi alkalommal már elvárható lesz, hogy az a fiatal, aki eddig szemetet szedett, az ne azzal kezdje, hogy esetleg a városban is akár merre jár, hogy az eldobja olyan könnyedén akár a, a általa elfogyasztott ételnek a maradékát, vagy, vagy a cigicsikket, bár annak nem nagyon örülünk, de azért az megfigyelhető volt, hogy a, a fiatalok nem, nem egy fogyatkozó lelkesedése, hanem inkább egyre aktívabban vettek részt, és egyre többet, egyre többet akartak, és minél nagyobb szemét kupacza, találkoztak, annál jobban belelkesültek egyébként a nap folyamán. Mennyi szemét gyűlt össze, és mik voltak a legkülönlegesebb tárgyak, ha van ilyen, amit találtak a rengetegben? Hát az NHS Remondis által kihelyezett nagy tároló konténerekbe helyeztük el, öt nagy tároló konténer telt meg dugik, tehát az a több köbméter, ez körülbelül 30 köbméter szemetet jelent. Hát a, a, azt hiszem a szegmenst, hogyha végigvesszük, akkor azért találkoztunk, ami számomra szomorú volt, hogy azért horgász szeméttel is, mert ott volt a horgászok által ott, hogy ott csalis doboz, ott volt a etetőanyagos doboz, emellett a sör, mert az úgy látom, hogy a horgászattal együtt járó, hogyha, hogyha söröz az ember, akkor a sörös dobozt is elhajítsa. Nagyon sok pet, petpalackot találtunk, ami szintén megzsétő. Az érdekességek, hát azért az, hogy fotelt, széket, heverő Őt, jó magam egy költözés előtt álló, vagy nem tudom, milyen apropóból kivitt bőrödött találtam, tehát azért tényleg voltak olyan érdekességek, amik egyébként abszolút nem illenek a vízpartra. 30 köbméter szemét, ez több vagy kevesebb, mint az elmúlt években volt? Sokkal több, viszont más szemmel néztük most a vízterületet. Tehát ez a 30, ton, 30 köbméter szemét az úgy lett összeszedve, hogy ez csak azok a területek voltak kihelyezve, amik szabadon álló területek, tehát nem érintették a, a, a zárt kerteket, nem érintették azokat a zárt part szakaszokat, amiket nem tudtunk megközelíteni. Viszont most a szedés alkalmával, mivel vízről is nagy, nagy, számú csapat szedte a szemetet, és a vízből is tényleg a Perikán Horgász Egyesület, aki nagyon aktívan és nagyon sok emberrel vett részt, ők a vizen voltak és csónakba szedték a szemetet, amit partról nem lehetett volna összeszedni. Ők is jelezték, hogy vannak olyan lerakóhelyek, amik tényleg lerakóhelyek, ahova sajnos a lakosság egyes része, vagy hát, sajnos számunkra ismeretlenek, lerakják a szemetet, és azt egy állandó lerakóhelynek tekintik. Na, ezeknek a felszámolása a jövőbeni feladat, és elnök úrral egyeztetve pont arról volt szó, az önkormányzat polgármester úr is támogat benne minket, hogy az önkormányzat összefogva a Horgász ezeket az illegális lerakókat számoljuk föl, mert ezek legalább olyan ártalmasak, hanem ártalmasabbak, mint egy mondjuk egy eldobott cigarettacsik, vagy azokat sem mentem föl, akik mondjuk a, eldobják a, a csalisdoboz, de még mindig kevesebb kárt okoznak, mint mondjuk esetleg egy akkumulátor, egy vegyszeres, mert azért ezeken a lerakókon sajnos a veszélyes hulladékok tömkelege található. Ugye ez a tavaszi nagy takarítás, ez egy dolog, de én úgy tudom, hogy a Tisza Horgász Egyesület tagjai folyamatosan takarítják a partot, amennyire nyilván erejükből telik, mennyire gyakori hogy milyen feladatot vállalnak? Hát inkább pontosítanék nem is az Egyesület tagjai, hanem inkább a halőrzéssel megbízott emberek azok, akik egyébként a vízterületen próbálkoznak a személyszedők elleni küzdelemmel, de hát az ő létszámok az meg sem közelíti ezt a 200 fölötti létszámot, amit most az akció keretében meg tudtunk, tudtunk mozgósítani. Tehát az egy, egy valóban egy harc, hogy a halőrök folyamatosan a személyszedéssel legyenek elfoglalva, ezért a jövőben valószínűleg ezen is változtatni fogunk, tehát sűrűbben, tehát nem évente egy ilyen akció lesz, hanem kisebb akciókat fogunk csinálni, és egy-egy területet fogunk kijelölni, amikor annak a, a megtisztítását helyezzük ki a hangsúlyt, és akkor egy-egy partszakaszt teszünk rendbe, és utána azért elvárható lesz, hogyha már oda valaki lemegy, és oda, ott akár pihen, sportol, vagy horgászik, azok ugyanolyan tiszta területre érkezzen is, és távozzon is. Mit lehet tudni a holtisza jelenlegi állapotáról, milyen a víz? Hát a vízminőség úgy gondolom, hogy most nagyon jó, kiemelkedően jó. Szerencsére a Tiszai járadó vízből, ahogy a Tisza elkezdett visszaapadni, egyrészt feltöltődött a Tiszából, illetve a nagykonsági csatorna felül is megérkezett a vízutánpótlás, úgyhogy fel lett töltve a Holtisza a nyári vízszintre. Komoly feladat elé állít minket egyébként azért az invazív halfajoknak egyébként a visszaszorítása, ami szintén, mint ahogy a szemétszedés mondjuk egy parti feladat, vagy egy vízkörnyéki feladat. A vízben lévő halállománynak a szelektálása és az, hogy a tájidegen fajokat eltávolítsuk a vízről, az, az, az is a horgászegyesület egyik nagyon komoly Feladata, és azért örömmel viszont elmondhatjuk, hogy most a hétfői nappal eltávolítottunk a vízpartról 31 a törpeharcsát. A törpeharcsa mindenki tudjuk, hogy mindenki által szídott is. még én is, is tudom, igen, de mi van még, milyen invazív halfaj, ahogyan ez is ő ká, Ez is kárász angolna. tehát ezek ők, mind, ők, 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 ők is uh -huh. sajnos szép számmal vannak a holtákban, bár azért az angolna már nagyon visszaszorulóban, de a legnagyobb problémát a törpeharcsa, törpeharcsa okozza, és ezt a törpeharcsa szelektáló halászatot ezt fog, majd az ősszel is folytatni. Én úgy gondolom, hogy akkor nagyságrendekkel nagyobb mennyiséget fogunk majd ki a vízterületről, és fogunk elszállítani. A halállományról néhány szót ezeken a fajokon kívül mit tud mondani a horgászoknak? Ha jól tudom, akkor csütörtökön indul el hivatalosan is a szezon, és akkor lesz majd haltelepítés. Hát igen, akkor már egy nagyon szép tiszta vízterületre megkezdődik a horgász szezon. Hagyományosan egyébként már, amióta az Egyesület kezeli a vizet, minden évben megegyeztünk polgármester úrral, hogy ezt a időzébe téve a horgás szezont, azt ő nyitja meg, ő helyezi be az első a telepített halat a vízbe a saját kezével, úgyhogy bízunk benne, hogy csütörtök után a húsvéti napok tekintetében azért a család mellett, hogyha a horgászoknak jut ide egy kis akkor azért szép élményekkel távolszhatnak a vízparton, mert valóban az első pontterepítésünk, ami fogható méretű pont lesz már, az most fog áprilisban megtörténni, és csütörtökön 13 órakor. Egy utolsó kérdés. Úgy tudom, hogy tavaly nagyon elégedettek voltak a horgászok, hogy jó évet zártak, Mit lehet erről tudni? Igen, olyan, elégedett horgász, az nagyon ritkán olyan Nincs. Van. Olyan nincs. Inkább úgy mondanám, hogy többségben vannak az elégedett horgászok, mert azért a tavalyi évben tényleg nagyon-nagyon szép fogások voltak, rekordfogások is voltak, mind a rekord amur, rekord pontyfogásokat tapasztaltunk a vízterületen, de azért látjuk, hogy a ragadozó állomány is nagyon szépen jön föl, csukasüllő harcsában is emelkedő tendenciát mutat a fogás, ami számunkra egyébként szintén egy fokmérő, hogy azért a víz terület halálománya igenis az őshonos halakkal is gyarapodik. Ez a csütörtöki esemény egyébként nyilvános így a szolnokiak számára, akit érdekel az elmehet megnézni, hogy hogy néz ki egy ilyen haltelepítés? Természetesen. Az evezős pályánál lesz az egyik helyszín, ahol telepítünk, a másik a kettes versenypálya a hátsó részen, illetve az alamand részre is viszünk ki, tehát három helyszínen fog megtörténni a telepítés. Csütörtök 13 órától. Igen. Köszönöm szépen a beszélgetést, és a Szolnok Televízió természetesen ott lesz a hal telepítésen, most pedig könyvtárral folytatjuk. Szombaton tartotta a költészet napi rendezvényét a megyei könyvtár. Itt van velem a stúdióban Cakóné Gaca, Katalin, az intézmény igazgatója. Jó estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó estét kívánok! Amit a szívedbe rejtesz, ez volt a címe a költészetnapi rendezvényünknek, ami szombaton egy egész napos esemény sorozat volt. Beszélgessünk már egy picit erről részletesebben, hogy telt a nap, mi minden várta az érdeklődőket. A délelőtt folyamán a családokra gondoltunk, egy családi ringató foglalkozás volt bemutató és utána a délután kezdődött, ami a felnőttekre vonatkozott, 15 órakor kezdődtek a programok melyek voltak ezek közül a legkiemelkedőbbek. Én voltam az egyik eseményükön, de a Mácsai Pálféle Vion balladákról lemaradtam, és úgy tudom, hogy az nagyon nagy érdeklődés kísérte ezt az eseményt, nem is fértek be a könyvtárba, ugye? Jól tudom? Ö, igen, igen, tehát meghirdettük a programot, ugye a regisztrációhoz kötöttük pont azért, hogy mindenféleképpen mindenki jól lásson, és egy héten belül már több mint száz érdeklődő volt, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy a a dísztermébe tesszük át a programot, hogy tényleg mindenki jól elférjen és a művészek is elégedett legyenek a helyszínnel. Úgyhogy így 150-en tudták megnézni a produkciót. Ez a 150 ember, ez csak erre az eseményre vonatkozott. Összességében Igen. hányan vettek részt a költészetnapi napi programjukon? Összességében közel 400-an. Mennyire elégedettek ezzel a számmal? Nagyon elégedettek vagyunk ezzel a számmal, hiszen tavaly volt először nálunk ez a program előtt a város más részén volt, mi tavaly kapcsolódtunk be a programba, és akkor még kevesebb érdeklődő volt, és idénre ugye ugye már várták az olvasók, hiszen tavaly beharangoztuk ezt a programot, úgyhogy így jöttek egészen estig. Ö, esti órákban volt az ifjúsági pályázatnak az eredményhirdetése, ami szintén egy új kezdeményezés a, a könyvtár részéről. Mik a részletek? A könyvtár a Városi Diáktanás kezdeményezésére fogott bele ebbe a pályázatba, nem csak vers, hanem próza kategóriában is. A tavasszal hirdettük meg ezt a, vagyis az évelején hirdettük meg a felhívást, és csak szolnoki diákok küldhettek verset, illetve prózát, és a vers kategóriának volt ugye a költészet napján az eredmény És ami ugye a hiánypótló jellegét jelenti az akciónak, az az, hogy nem csak szolnokról, hanem az ország több pontjáról is érkeztek, Gödöllőről, Veres Egyház a Mátrából is versek, és és ezt mi azt gondoltuk, hogy tényleg csak így a megyéből, vagy a környékről, de, de nem, tehát messzebbre is eljutott a híre. És Na. több mint 30 verset küldtek a fiatalok. Ezt én is láttam, hogy nagyon nagy volt az érdeklődés, kidöntötte el, hogy a beérkezett pályaművek közül melyik lesz a legjobb, mi lesz a sorrend ő szakmai zsűri volt, a zsűri elnöke, színmai, ágnes, forgatókönyvíró, író, az egyik tag egy irodalomtörténész, a másik pedig egy magyar szakos kolléganő volt, és akkor ők ugye nyilván döntöttek mindenféle szempontok alapján a bírálatról, és még volt egy külön díjunk is, mert az egyik ugyan nem szólnoki pályázó, de annyira jó volt a műve, hogy mindenféleképpen díjazni szerették volna, és ezért egy külön díj is született, tehát tulajdonképpen négy helyezet lett és itt én most elmondom, hogy az első helyezetnek az egyik ajándék az volt, hogy majd bemutatkozhat a Szolnok Televízió és a Zabanovák Agóra Kulturális Központ közös tehetségkutatóján a megavás döntőjén, ugye? Igen. Ez, ez számunkra is fontos, azért is mondtam el, de még ez az írópályázat nem zárult le, tehát a lírai rész igen, a prózaira még várják, ha jól a pályázatokat az ország minden pontjáról? Nem, tehát ez is ugye szolnoki, van hirdetve, de biztos, hogy Ugye most az interneten ugye osztják egymás, egymás között a hasonló érdeklődési fiatalok ezt, úgyhogy valószínűleg fog érkezni máshonnan is. Május 15-ig van idő küldeni, és az eredményhirdetés pedig a könyvhétel lesz. Eltértek teljesen a szombati nyitvatartástól, hiszen nagyon sokáig nyitvatartott a, a könyvtár szombaton. Mi minden vártasszon, aki akart a késő délutáni esti órákban? Ugye a mácsai program után volt a Darvasi László felolvasó estünk, utána volt az író íróversenynek az eredményhirdetése, majd a vargásdiákok készültek egy színi Farkasok címmel adtak elő egy műsort, és a legvégén pedig színész Bob volt a vendégünk, ő egy slammer, youtuber, és tulajdonképpen rendhagyó irodalomúrákat tart fiatalok részére, és én nagyon érdekes színbe helyezte mindenki számára a rímeket és a, és a költészetet, úgyhogy nagyon jó hangulatú est lett, ami el is húzódott egy kicsit, mert 8 óra helyett végül is 9 óráig maradtak a vendégek, úgyhogy így akkor tudtuk bezárni a könyvtárat. És nem lett vége, mert mellettünk a kávéházban, aki még szeretett volna, maradhatott, és még folytatták a lelkes verselők a felolvasást. Gondolom, hogy egy-egy ilyen nap megszervezése nem kis munkát igényel önöktől és a könyvtár dolgozóitól. Mi a következő nagyobb szabású esemény, amire készülnek már is gőzerővel? Ugye, ami, ami, legközelebb lesz és hagyományosan szokott lenni, az az ünnepi könyvét. Idén ez a 9. vagy 90. ünnepi könyvét lesz, úgyhogy erre nagyon készülünk, és, és már több neves előadó is le van kötve erre a napra. Vannak olyan részletek, amikről esetleg már most beszélhetünk? Hát ami ugye a legnagyobb attrakció, az a könyvhét megnyitója 13-án, ugye 16 órára Lackfi János lesz a vendégünk, aki meg fogja nyitni itt a könyvhetet, és utána pedig egy találkozót is fog tartani. Úgyhogy ez tényleg egy azért fontos dolog, mert ugye egy évvel ezelőtt le kellett kötnünk már az előző alkalommal, amikor itt járt nálunk, hogy akkor na, most a könyvhétre, akkor el tud jönni a tavalyra szerettük volna, és már januárban nem volt időpont, és még akkor ugye... Idénre úgy, hogy tényleg ez egy biztos. Tehát ami biztos, az ez. A adásunk legelején elmondtam, hogy nem csak a, a költészetnapi rendezvényükről, hanem egy jó hírről is beszámolunk a, a mai napra kézben. Ez pedig az, hogy 19 millió forintot nyert a Versegi Ferenc Könyvtár pályázat útján. Ez az, amit egyelőre tudok, de azt még nem, hogy mit tartalmaz ez a pályázat, mire nyerték a pénzt. Ugye ez a pályázat egy, ez a topos forrásból van, tehát a Városi CLLD program keretében nyertük meg, és egyelőre ugye van már egy támogató döntésünk, most van folyamatban a szerződés a tehát ez már biztosnak nevezhető, és az egész ifjúsági részleg felújítása, illetve a kosutéri épületnek az akadálymentesítésére vonatkozik. Na most az ifjúsági részleg felújítását egy kicsit beszéljük már át részletesebben. Pontosan mi az, ami ott felújításra szorul, és mi az, amire majd futja ebből a 19 millió forintból? A felújításra ö azért is volt szükség, mert ugye folyamatosan az ifjúsággal kapcsolatban vagyunk, és úgy mindent úgy szeretnénk, hogy nekik jó legyen. És amikor az volt, hogy na, hogy mit kellene az ifiben, amikor az volt, hogy lehet felújítani, akkor meg is kérdeztük őket, hogy mit szeretnének, és akkor ők adtak javaslatokat arra, hogy akkor a, a árnyékolók mondjuk legyenek különböző színűek, hogy a falak is ne legyenek fehérek, hanem színesek, készül egy galéria, amihez csigalépcső lesz, tehát egy általános ugye nyilván festés, árnyékolás, klimatizálás, a padló, ugye a régi padlószőnyegünk van a helyett, egy olyan padlót fogunk berakni, ami jobban takarítható, törölhető, hiszen nekik nagyon fontos, hogy tudjanak már enni, inni is, ugye a, a programok alatt, illetve nagyon sokan tényleg ott töltik az egész zérutánt, és tanulnak, ott vannak, és ugye ez úgy, ez úgy már hozzá tartozik az ő életükhöz, úgyhogy erre is fel kell készülnünk. És ugye ez tényleg úgy történt, hogy jöttek, mondták, ötleteltek, összeírták, és akkor ment a sokkozás, hogy mit lehet, mit nem lehet. Új bútorok lesznek, szóval sok, sok minden olyan dolog, ami tényleg egy modern térré fogja tenni azt a kis helységet. Az akadálymentesítés, jól értem, hogy a könyvtár főbejáratára vonatkozik, a Kossuth tér felőli bejáratára? Igen, tehát megújul a bejárati rész ajtó cserével, illetve ott ugye egy megfelelő kialakítású rámpa lesz, természetesen akkor a burkolatot is át kell alakítani, ott vannak olyan oszlopok, falak, amik már nem lesznek, tehát egy teljes bejárati átalakításunk fog megtörténni, illetve ezzel párhuzamosan ugye a mosdók is átalakításra kerülnek, illetve ami nem pályázati forrásból, tehát saját költségvetésből szerettük volna, hogyha nem csak ott az az egy kis rész, hanem akkor az egész információs kölcsönző rész meg fog újulni. Úgyhogy ezt így egy kicsit több. hoznál tesszük, és új pult lesz, új polcok, az a rész úgy, úgy, teljesen más más környezetben fogja várni az olvasókat. A de a szekrényeket azt nem régen cserélték egy-két évvel ezelőtt? Ez ugye év végén, igen, tehát ugye ezt akkor volt egy már csele. úgy harangoztuk, akkor ugye már tudtuk, hogy lesz ez a felújítás, hiszen beadtuk a pályázatot, akkor már úgy nagyjából lehetett sejteni, hogy a feltételeknek megfelelt, tehát az, ez tulajdonképpen ennek a komplex fejlesztésnek a része, hiszen emiatt ugye ki is kellett szedni ugye azokat a ruhatárnál ott lévő pultokat, hogy hogy majd megfelelő legyen ugye a rámpához, és ezért át kellett alakítani, és így az a része újdonság, de ha kicsit bentebb megyünk, ahol ugye most a kölcsönzés folyik, az a rész lesz, ami ott egy más design lesz, modern, külső. Mikor kezdődhet a felújítás, és hogyan befolyásolja majd a könyvtár nyitva tartását? befolyásolja -e egyáltalán? Egy nagyon kicsit, hiszen teljes, teljesen a felújítás ideje az akkor fog zajlani, amikor egyébként is zárva lesz a könyvtár. Egy héttel tartunk már korábbtól zárva, tehát június, és július 30-ától augusztus 24-ig lesz zárva a könyvtár. Reméljük, hogy ez idő alatt be fog fejeződni minden. Az ifjúsági részt elkezdjük egy kicsit előbb. Tehát július elején még lesz egy ifjúsági táborunk, és utána július közepétől bezárjuk az ifit, hiszen nyáron egyébként is a gyerekek azért általában máshol a szabad szabadidejüket, és bezárunk, és akkor azt elkezdik, és a, és a nagy résznek pedig majd csak augusztusban fognak neki. Tavaly nyáron ugye megújult a versegíterem, ha jól emlékszem, az a tavaly nyáron történt, most meg, megújul az ifi részleg, akadálymentes lesz a könyvtár, de mi az, amire még szükségük volna, mi az, amit szeretnének változtatni esetleg, és lát-e erre a közeljövőben akár pályázati forrást? A második emelet szorulna nagyon felújításra, és erre van is bent egy, egy beadott pályázatunk, ugye digitális labor kialakítása, ter térrendezés, felújítások. Hát ez úgy néz ki, hogy ez forráshiány miatt nem kerül támogatásra, ez mint egy 80 milliós beruházás lett volna, hát ezt valószínűleg el kell engednünk, tehát keresni kell az új forrásokat, de az az, ami most, most a legfontosabb. Köszönöm szépen a beszélgetést, és hát remélem, hogy mi hamarabb lesz pénz a második emelet teljes megújítására is. Ennyi fért a mai napra kézbe, ezzel a műsorra holnap is várjuk majd önöket, akkor Pető Dávid számít a figyelmükre. Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak, kellemes estét kívánok, viszontlátásra! Ha jó minőségű, trendi ruhákat szeretnél, akkor Anthony Fashion. A minőség örök. Anthonyfashion.hu A műsorvezető frizurája és minkje a hullámfodrászik és kozmetikai szaküzletben vásárolt termékekkel készült. www.hullámfodrászik.hu